2019-ben volt utoljára megtartva a fesztivál keretén belül a nemzetközi zongoraverseny, és az idén szintén meghirdettük, és 90-en jelentkeztek Magyarországról, Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, és természetesen Szerbia egész területéről jelentkeztek versenyzők, akik nagy szeretettel várják, hogy jöhessenek Szabadkára. Két koncertet tartunk a fesztivál keretén belül. Az első megnyitó hangverseny, az november 30-án 7:30 lesz megtartva a Városháza dísztermében, és egy igazán érdekes rendhagyó koncert lesz, mivel hogy csak fiatal növendékek lépnek föl, tehát a zeneiskola legifjabb növendékei 6 és 10 éves kor között.